Csomós Mihály vagyok. Születtem 1926. szeptember 21-én Gyulán. Árva gyerekként nőttem fel, mert édesanyám 6 éves koromban meghalt. Apám házasságot nem kötött, hárman voltunk testvérek, két nővérem volt, úgy éltünk, apám nevelt bennünket. Anyán laktunk, Hát mezőgazdálkodással foglalkozott apám. Hát én is jártam iskolába, középiskolába, még elvégeztem én is ott, hol dolgoztam a mezőgazdaságban. Mert apám nem tudta elképzelni, én nem szerettem a mezőgazdálkodást, nem, valahogy nem nekem tanált. Én a gépek világát szerettem, mindig el akartam menni Inosnak, de hát azt mondta, hogy hát ki csinálja akkor a, hát a földet. Hát mondtam, hogy nem tudom, de én biztos nem fogom. Na hát úgy is alakult, mert jött a háború, Fődet elvették, bekerültünk TSZ-be, eltelt egyesztendő, akkor tértem haza Oroszországból. Ami rajtam volt, nyár volt, mikor jöttünk, ugye júliusban jöttünk haza, nyár volt, volt rajtam egy balkoncs, egy nadrág, meg egy Négy év kényszermunka, bányamunka után ezzel így tértem haza. Hát ott hát, ugye a pénz az semmit, hát nem adtak ott semmit. Én egyszer egy budapesti riportot hallgattam, ahol meg volt híva egy hungarista mozgalom vezetője, még tudom én, én nem, 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 nem tudom névről, és volt egy izraeli zsidó ott. Meghívva, és akkor a riportelnő azt mondta neki, hogy hát ha nem akarja meghallgatni a, a a beszédét, hát akkor hát nem, ne várja meg. Azt mondta, hogy meg, megvárja, ő nem mondta az Izraeli. És akkor a hungarista kijelentette, én nem a zsidókra haragszok, én a kommunistákra haragszok és azt mondja, Rákosi, Gerő felsorolta. Mind zsidó volt. Azt mondta az izraeli, még nem ismerjük el ezeket. Ezek kommunisták voltak, nem zsidók. Úgy, hogy még az izraeli se ismerte el Rákosi tizének zsidónak. Azt mondta, hogy az csak kommunista volt, nem zsidó. A tanánk, itt volt Gyula alatt. Volt ott tőlünk ugye voltak a tanyák, volt a szomszéd tanya, volt egy kis tanya, ott egy dőlőút vezetett el. De az bejövő orosz, én az első oroszt fél hétkor láttam, akik ugye jöttek be. Ugye kikerülték az utakat. Féltek, hogy aknázva van, vagy mit tudom én. Földeken keresztül mentek a, lóva ezzel a hát, ilyen aknavetőt húztak. És akkor valahonnan a magyar tűzérség, azt hiszem a törökzögi részből, vagy honnan lőtték. Megálltak ott egy, ta, egy tanyánál, ott négy fa volt. tudom ugye a tanya célin, Hát ugye jó ismertem azt a részt. Egy, egy pillanattal, ha később kell, indulnak el, telibe találja a gránát. Oda vágott egy gránház, a négy fa repült a helyéről. Éppen, hogy elment az orosz, mert ilyen lóháton ültek, azt ilyen oknovetőt vagy mit húztak, de nem az úton ment, hanem a földeken keresztül. A mi földünk is, ahol volt, ott is eltemettek egy oroszt, mert repülőgépek, egy vadászgép megtámadta, és hogy vonultak, ugye az meghalt ott. Azt ott mert másnap már a volt a csizmája, a, a, hát a fejüzet rázögtek egy kis fejüzet, ott hatták. Mert én mentem megnézni ott, a, hogy, mert még volt a kukorica, nem volt letörve az hát ott tud, a vér, mert olyan fekete föld az, hogy esős idő volt, hogy megtaposták az autók, mert nem a köves úton, hanem a földeken mentek, a, vonultak arra Csaba fele, és akkor az autó nyomba ott a vér, hát meg sok sebesülött is lehetett ott. Hát már, de egy az ott el is temették. Az volt az első megmozdulása, hogy mikor bejött az orosz, azt mind az összes lovat elvitte, ott maradt üresen. Hát ott hogy hát hogy képzelték azért el azt, hogy ezért, hogy mivel csinált, művelték volna az emberek, mindent elvitte az összes, összekötötte, még nem tudta összekötni, még apám kötögette, meg, hogy meg ne fulladjon szerencsétlen. Három darab. El is vitte mind. Mind a hármat. Akkor jött a dobolás. Megverték ugye a dobot, hogy kézi -e, hatósági ugye fenyegették. Hát meg nekem papírom van, hogy apámat behívották, már ugye én nem tudtam, mert már nem voltam akkor itt, hogy behívatták, hogy ha én nem megyünk, akkor ők viszik őket, felelő, ők a felelősök. Hát én 17 éves voltam akkor, el, mikor elvittek. Hát beve, mentünk, mert minket nem vittek, még mentünk. Hülye fejjel. Én a 17 éves fejemmel, azt mondtam, meg összeült a család. Mondtam apámnak, ne menjünk sehova, van kórókúp, bújjunk el, teszünk szalmát, volt bunda, meg takaróhoz, kibírjuk. Nekem lett volna igazam, soha nem jött volna senki. Nem jött oda senki minket elvinni, csak fenyegették ugye a szülőket. Hát apám még bele is idélt volna, mert hát ugye én is, meg a nővérem is, ugye ment, menni kellett, a másik nővérem már férjén volt, azokat összeszedték, azokat a tanyákon, mentek teherautóval, volt egy ilyen orosz különítmény, nagy bundás, be voltak fehér bundájuk volt azoknak az alakulatoknak, teherautóra hányták fel a, ugye, kényszerítették. Hát nővéremnek kény, egy kicsi gyereke volt. Hát ugye ott voltak a gyerekek az ágyon. Megfogta nővérem, hogy hát ha vinni hát a gyereket is vinni kell. Megfogta az orosz, visszadobta. Őket meg feltransporálták a teherautóra. Gyurai huszár összpontosították, hozták ide. Mezőberényből, a környékről, kocsikkal, mert az elekieket nem hozták, azok sokan voltak, azokat egyenest vitték, vonattal, már mit tudom én, édozták őket. Hát azok itt voltak, közel, Krivó-Európa, a Vasbányában, Az itt van a régió, magyar határól nem messze. Krivajrok, minket Donaci szénbányába. Jöttek az oroszok, mindig valamit, hát vittek. Nem, azok nem vettek, azok vittek. Mert én német katonát is láttam, jött gyakorlatoztak, meg voltak ottan letelepedve Bicerébe az állomáson, azok mindenért fizettek, azok semmit el nem vittek sehonnan, tojásért mentek, de fizették. Úgyhogy az csak a kommunisták híreztelték, hogy a németekről. Én nem láttam egy németet se robolni. Egyet azt is tudom, nővéremnek, hogy mikor még ugye az oroszok nem jöttek be, ugye jártak itt német alakulatok is vonultak keresztül. Nővéremnek a tanyáján is mentek németek keresztül. Aztán látta, hogy van rádiót. Rádiója a tanyán. német adott olyan telepet neki, a rádi mondta, hogy váljon mindjárt. adott neki olyan telepet, a jó Isten tudja hány évig ment avvala. A rádió. A, nő, a nővérem meg hát adott neki egy darab szalonnát. de mondom, nem hogy elvitt, hanem adott a, a német katona. Be kellett menni ugye a laktanyába, hát ugye a vetánt forváltuk, megmondták, hogy húsz nap élelem, meleg ruha. Hát ugye, se szedte az ember, ami hát volt hát bevonult. Hát ott tudom, feküdtünk ott a kövön, ott a nem aludt ott senki, hát ki tudott ott aludni. Nem csináltak ott különösebben semmit. Csinálták, a, szerelték a vonatot, ugye az állomáson a mesterek, ugye rakták bele a pricseket, aztán egy, egy megindít, mondjuk, előtt úgy, úgy délfele elindítottak el bennünket, az a gyulai emberek az utcán. Volt, aki sírt, volt, aki nevetett, volt, aki örült. Olyat is tudok, aki azt mondta, hogy na most már lesz nekem is száz volt fejű, viszik a Na hát ugye mellé fogott, mert nem hogy száz, még az lett neki, ami volt. Na mindegy. Hát mink ott aztán ott betettek a vonatba, le volt, ugye lezárták, be volt drótozva az ablak, nem lehetett kinyitni, elindultunk. Rendes marhavakonok voltak, pricsekkel volt ellátva, há háromszoros prics volt, az a, a fel, én ugye fint fiatal, mint a fel a felső, ugye mint fel tudtunk jobban mászni. De csak így tudott az ember, nem tudott kiegyenesedni, mert hát olyan magas nem volt a vonat, hogy ügyet, hogy ülve tudjon minden fokon állni. Na, akkor ugye ment, vittek, Ugye mentünk Romániába, mikor a Ploiesztin, Ploieszton, ugye, de hát tél volt, ugye fiatalok, mint ugrottunk, aztán mentünk a kanták a vízért. Ugye, hát a kellett, ugye a nagy be voltunk zsúfolva, jött a vagomba, teljesen tele volt, míg mezőberényiekkel. Hát olyan zsúfolva volt, hogy Hát éppen volt kivágva egy lyuk, az volt a véce, aztán zsófolva tele volt, hát mennyi egy maravagomba hány ember fér, sok ember befér. Vitt a vonat, Plojesztiba, hát úgy tudtunk vízhez jutni, hogy ugye a mozdonyítatók voltak. Ugye ott aláraktuk a kantákat, amire ugye feldült, meg ugye meghúzta, jött az a víz, ott vagy tele vagy vagy elborult, összecsapott, ránk fogyott a ruhom, mire vissza visszaértünk a vonatba. Már az úton a, ezért, már voltak, akik lebetegedtek, volt egy vagon, volt egy orvos, az önként jött ki, Ajzeművel ah, ellenér, vagy valami féle neve volt. Egy nagyon hely, jó, indul fiatal ember volt. Romániába bombázták izét, aradott. Áltunk, félre voltunk lökve, azt, hát ugye szerez volt keresztvágó fűrész, ugye csak szereztünk be oda a vagomba ott aztán az orosz felállt, egy orosz volt, aki hát vigyázott ott, hogy hát el ne menjen valaki. Hát még ugye, mert levertük mink a zárat és az ablakokat is, kinyitottuk már, mire odaértünk Aradra. Azt az orosz katona fent állt, egy, a teljes hippelfák össze voltak, ugye rak volt az állomáson, mentünk, húztuk ki alul a sifferfát, vittük a vagomba, hát tüzelni kell, hideg van, tél van, a vagomba is csak. Aztán az oroszot nem nagyon mert csákolni, mert ő egyedül volt ott, a, leesett a fa tetejéről, mert kirángattuk alul a nagy sínfákat, azt raktuk be, a, volt is, tüzeltünk még. Megfőztek, amit tudtok. 16 napig mentünk, mire odaértünk, hogy fogadtak mindenütt. Megnézték, látták, hogy nők vannak, mondtak, nem kell. Hát ugye milyen munkaerőre volt szükség. Na a végén azt ott kötöttünk ki. Ott hát, megállt a vonat, fele elment mentek tudom, akkor a többi gyulai az. Oda került egy másik, még maradtunk Nyisdánóba. Káj, hát ugye csináltak, tettek be egy gyulán. Még az orosz vagomba abba is volt, ott még sose felejtem el, mikor éjjel pakoltunk át, sötét éjszakába, abban a rettentő hidegbe pakoltuk át az orosz vagomba ugye már ugye, Románia után már az oroszoknak más a csinyük, szélesebb. 12 centi dife, azoknak nem jó volt semmi, ami ugye, jó volt. Tehát a világon mindenütt jó volt, nekik 12 centivel nagyobb kellett. Pakoltunk át, sose felejtem el, volt az a Kovács mester, Lindenberger. Nem, hát nem tudom, nem él már biztos, Kovács mester volt, hatalmas, nagy erős ember volt. te így vitte így a nagy ládát így, hogy pakoltuk ugye át az orosz vagon. Az orosz ugye biztatott, sürgetett. Megfogta az orosz így lapult lefele, hogy ráteszi a nagy ládát a fejére, és hogy lefelejtem, ezért aztán de mert sürgettek, hogy gyorsan csináljuk. Ugye átpakoltunk az orosz vagomba, hát én akkor is ugye a felső részbe jutottam. Hát ugye nem voltak azok olyan jó vagonok, aztán ugye jött azon be a hideg, de tüteltünk, égett a tűz, ugye, egy nappal, ugye, volt a simfa égett az, éget, az jóhozata a talp, száraz volt. Hasigottuk a nagy tével, vaktuk, vaktaltuk el, aztán tüzeltünk, nem fázni, nem fáztunk. Reggel nem bírok felkelni, nem bírom a fejemet. Hát odafagyott a a vagon oldalá, mert ugye jött be a hideg, Belül meg a meleg, azt, ö, oda megjegyesedett, csak húzza a fejemet, hát oda volt, vagy a azért nem akart. Na hát így, ennél azt ettünk, amit hát tünk. 16 napig. Plojesztiba, ott meg ugye ittuk azt a rossz olajos vizet, hasmenőses lettek az emberek betegek lettek, ha vasmeni az a rossz, hát mozdony, egy tatóból, amit tud, eresztettek. Poltavába megállt a vonat, ott már Oroszországba volt, egy kis falu volt az. Hát volt ott ilyen félrelökött, rossz lapos vagon. Ugye hideg volt, tél, sötét, január volt. Azt meghalt az orvos, a poltavába. Hát kitették egy vagonra, egy olyan üres vagonra. Hát beteg, be, volt tekerve ruhába, ilyen hát fehér lepedőbe, úgy kitették, mentek az oroszok, lehúzták a lepedőt. Ó, még álltunk soká, mert jött az orosz szerelvény, ugye, jött a hadsereg, hoz, hozta a izéket, akkor hozták ugye a csapatokat. Azok az oroszok úgy, mint a hering, ültek a vonod, így a marhavagonokba, ugye meg volt csinálva, olyan sűrűn ültek a katonák, hogy a puska mindenki így a lába közt volt a fegyve. Azt nem tudott az se erre eldülni, se erre, mert olyan közel voltak egymáshoz, mint a heringet, mikor belerakják a dobozba. Aztán ugye állt, ugye, milyen a magyar, kiabáltak ott át, a, mert voltak pulman vagonok abban voltak a tisztek, a vezetők. Ez a, ilyen csillag voltak a kárjukon, ez a politikai, biztos azok hogy a megbízható oroszok. Ezt akkor néztek ki az ablakon, szítták a tokos cigarettát, azt kérdezték, milyen náció, hogy milyen népek vagyunk. Mondtuk, hogy magyarok. Azt akkor mindjárt kérdezt, volt ott olyan magyar, hát milyen a magyar? Olyan, aki, hogy jó, jó van ott mit enni, lesz, azt röhögve mondja az orosz, hogy noha, hogy sok, lesz sok enni valahol. De nevette, a maga, hát ugye azok orosz megbízható oroszok voltak. Mondom, az katonák, meg az harckocsik, voltak, ugye a vagonokon attól őr volt a mellettük, azokon is volt fegyveres őr. De azok olyan harckocsik, amiket kilőttek, be voltak fotózva már az oldaluk meg. Hát azokat, amit kiavítgattak. Volt egy gyulai lány is, meghalt út közben. Ketten azokat aztán. Hát az állítom, hogy azt a szegény orvost is. Azt se temette el senki. azt, azt megették, már azok a szürke varnyok már ott lepték. Már ott láttuk, oda, hát ugye álltunk, még láttuk, már, már csíp, már tépték, mert ott az a szürke faj, van, nem, nem, ilyen fekete, mint itt nálunk. Azokat nem temette el senki. Hát azok úgy, megették biztos a kutyák, meg a barnyúk akik úgy az úton meghaltak. Még akkor bírták még az emberek, ugye még, jobb, még meg voltak, ugye kondíciójuk az embereknek. Majd aztán, mikor kikerültünk Oroszországba, ugye elfogyott a hazai, akik ugye amit vittünk. Szalonna, kolbász, más. Én mink ilyen főzni valót nem vittünk. Mi nem, én soha nem is tolokodtam. Voltak ott családosok, aztán az asszonyok főztek Nem. Én ettem azt, ami volt. Hál' Istennek még akkor. Hát nem panaszkodok én, most se nekem különösebb problémám, de ottan még jó Bírtam. Na, hasmenéses lettem én is, mert ott Oroszország, de aztán helyre jöttem. Én ott Oroszországban volt a szerencsém, én ott beteg nem voltam, sose. dolgoztam mindig bányába, kaptam mindig a legmagasabb kategóriájú kosztot, hát az is nagyon minimális volt. Hát éheztem sokat, de én bírtam, én jó kondiba voltam ott is. Nem ismertük, mint azt a az orosz állom. Azt tudom, hogy az Poltava volt, egy kis állomás. Utána már, ahol mentünk keresztül, mert mikor azt elment a az orosz szerelvény, akkor azt engedtek minket, azt akkor mi mentünk még éjjel-nappal, hogy aztán hung mentünk keresztül, annyit Egyszer az, az lett, hogy 16 nap után, ugye, mert jött a másik orosz szerelvény, vigyázni kellett, mert kiraktuk a, hát a húsfélét, hogy hát ne romoljon el, hát kiokoztottuk az ablaknál. Aztán jöttek az orosz vonatok, azt akkor az orosz a, ilyen villával, akkor lopta le, hogyha nem ügyeltünk, elvitték, leszették, tudták, hogy ezeknek van itt ennivaló van ott kiaggatva. Osztak olyan úgy csináltak a biztosan kétágú ágú villát, a kampóval fogták. Azt hát aztán tudtuk, hogyha ha valahol állomásom, állunk, meg, akkor szedtük be a holmit, ne, hogy vigye el, hát akkor éjjel, már, ha hát nem adtak azok enni. Ott olyan ritkán vannak a faluk, ott nincs fa, ott csak a nagy síkság van, a nagy semmi. Hát mikor a végén a 16 nap után, mondom, ketté vették a vonatot, fele elment, mint ott maradtunk egy nagy hó, semmi, egy fa, semmi ház. Hát mi most hova hoztak minket? Na hát akkor azt jött egy teherautó, felhánytuk a tudcunkat, azt a nagy hóba mentünk a nyomába az autónak. Na akkor azt beértünk, hát ott aztán láttuk, hogy füstöl valami, Hát azok a meddők, amiket kidobnak a bányákból, a köveket, azok égnek, büdös van, az a kén szag. A falu volt, be volt kerítve, dróta, szúrott drótta őrtörnyokkal, hát ott... De azok legalább é, háza, épületek voltak, egyemeletes épületek. kéktek azok a háború alatt, a falak ugye kő, falak megmaradtak, azt azokat kijavítgatták. Ugye tettek ilyen nyers deszkából, voltak a pricsek megcsinálva, de mégis nem a föld alatt laktunk ott, hanem egy hát épület volt. Hát aztán ugye a kéményt mind csináltunk, kájhát, mindjárt ottan ugye nekiálltunk, rendezkedtünk, ahova betereltek bennünket. Egy kis szoba volt, nem nagy volt, de annyi volt, hogy, a, volt, hogy el lehetett járni, aztán princsek voltak. Voltunk abban a szobában tizenketten, egy kicsi kis szobában. Na, de mikor té hideg volt, hát ugye tüzeltünk, hát szén volt, azt vittünk a bányából, szenet aztán tüzeltünk. De mikor fújt a szél, az úgy fújt, akkor nem égett, ugye visszajött, a, mert az ablakon volt kitéve, nem volt kémény. Az ablakon dugdostuk ki a csöveket, a kályha csövet. Nem volt kemény nem volt a házunk. Katonák voltak, öreg katonák voltak a tornyokba. És a, kev, meg a teli volt rakva, a hülyeség ne továbbja. Tele volt rakva konzervdobozokkal, fel voltak kötözve drótok, drótokkal a kerítésre, hogyha valaki másik. Hát az a konzervzó most mindig fújtott a szél, állandóan zörgött már. Logika, hülye logika. Ugye, te azért tették a felé konzerv, hogy ha vászna valaki a kerítése, hát majd zörög. Hát ott mindig fújt a szél, ott közel a tenger, ott mind szélcsendes idő sosincs. Azért volt borzasztó a hideg, ugye 42 fok is volt. Én jártam a bányába, hát gumikolos nyitottak, hát az ott a bányába, abba dolgoztunk. Hát betegeltem én a lábam, jó, igaz, nem is fagyott én nekem, meg semmi részem. Jába volt 42 fok. Én szaladtam odáig, még a bányáig. Volt egy gyulai ember, avval dolgoztam együtt abba a bányába. Mi raktuk a szenet ilyen vederbe mint a kút lejött, mert ott olyan, bány, az olyan bánya volt, 40-es, 140-es volt a neve, olyan bánya volt, hogy létrán jártak le az emberek, létrán ment, mentünk le, létrán jöttünk. Mink nem, mert mi raktuk azt a vedret, azt még felálltunk a vedelre, azt, azt csengettünk, azt akkor a lány tudta, hogy ember jön, azt akkor lassan húzott, mert a szenet azt ott gyorsabban hozta fel. Hogyha úgy volt beosztva, hogy éjszakás volt, akkor egy tíz órakor volt a váltás. Az volt a legszörnyűbb, mert bózasztó sár volt, hát még nem volt hideg. Az a rettenetes sár, ami ott volt, nem volt ott járda, nem volt ott út, ott nincs semmi. Aztán hát mentünk, ugye né, nézegettük, hogy hova lépjünk, hogy hát el nem merüljünk a karocsnikkal. Mentünk a bányába volt, azóta, mondom, mikor ősz, akkor nagyon bózasztó volt ott a, hogy úttalan út volt. Hát a bánya az meg olyan volt, ugye be, lementünk. hát mint a diskolában, padok vannak. És akkor ott minden lemenés előtt, ugye ott be kell ülni a padokba, ülni szépen sorba, ahogy ugye voltak ugye, lányok. Nők, férfiak, orosz, magyar, vegyesen. Ugye beosztották, hogy akkor mondta az orosz, hát ugye még akkor nem értettünk semmit oroszul, aztán már értettünk. Aztán azt mondja a lányoknak, hogy vegyen mindenki magának munkást. Hát, hogy mi közülünk válaszol. Hát azok a fiatal lányok persze, hogy mind a fiúkat, fiatalokat választották. Nem volt veszélyes munka. Folyóson kivilágított, folyóson jött a csille, megforgattuk, aztán ment tovább, ment másik vágányon. Az volt a dolgunk. Hát az nem volt nehéz, ültünk, attól magot ették mindig, azt a szemecskét, a napraforgó, aztán, hogy ecegessünk, adtak nekünk is, kérdezgettek, hát még akkor ugye nem tudtunk kérdezni. Na de aztán láttuk ám az időseket, akik hát idősebb emberek, ugye egy hány évig ugye vitték kifele. Hát még fel se vettük, fiatalok voltunk aztán, mert megforgítottuk azt a csillétűt, ültünk, ültünk le a deszka, azért a oszlopra vártuk a másik csillét. De azok, akiket hát az betettek abba a lyukakba, oda hát szedni, fejszével, ugye ilyen, nem volt ott, nem modern voltak. Az, egy volt, az, a Nézdánó az modern volt. Na de hát ott is mink halálba dolgoztunk. Az egy rettenetes hely volt. Ugye az idősek rettenetesen elfáradva jöttek elő onnan abból a lyukokból, ahonnan ugye a szenet hányták akkor megfordult a helyzet, az öregek így tették a könnyebb munkára, mint fiatalok mentünk be, a lyukokba. Hát ugye, csináltuk. De akkor dolgoztam olyan helyen, be, ugye kibányázták ott, a, nagyon jó szénréteg volt, de csak 65 centis volt a szénréteg. Olyan kicsi, ott hasoncsúszva lehetett csak dolgozni, ott dolgoztam egy fél évig, ott ki, lábom ki megfázott, ilyen furunkulós lett rajta, nem bírt gyógyulni, nagyon rossz volt, mert mindig piszkos volt. Ne, kötöttem én ott be. Állt a víz egész nap, ugye abba az ember térgyelt, ha nem bírt már térgyelni. Hát ugye akkor kis nyele volt a lapárnak, egy kicsi hely volt ott. Ott akkor ilyen ristáknak hitták, ilyen lemezből volt az összerakva, ilyen darabokból. És akkor azon egy gép ezt így rázta. Azt ilyen fákon, fákat tettek alá, ilyen görgőket, azt azon úgy rászkod, a szén úgy ment mindig, lejjebb, lejjebb, ment a csillébe a végén. Na, mink eztet raktuk, ebbe raktuk a szenet, abba bele a nők. Hát azok, a, azok a, volt olyan, ahonnan a fát húzták, a bányafákat. Volt egy kutya, kutyának hívták, hogy drót, kis drót kötél, és akkor azt a bányafaut húzgálták oda, mert ugye rengeteg fát ütnek ottan alá a bányába, rengeteg fát. Hát ahol ilyen alacsony, ahol mi dolgoztunk, abban az alacsony részben, ottan azt nem, azt nem nagyon tudják dúcolni, mert Oh, hogy mondjam, az nem is veszélyes abból a szénbontból, az nem szakad, nem omlik. Mert mondom, kemény, olyan kemény de a teteje is annak a plafon. De az, hogy csak fekve lehet dolgozni, fekszik az ember abban, vízes az víz is állott meg, mit tudom én, úgy. Egy hat hónapig dolgoztam ottan, elfogyott a szénréteg, azt nem tudtak munkát adni lent a bányába, az nyár volt, pont májusban felkerültünk, feltettek építkezésre. Hát ugye mink mehettünk az orosszal, két ember ment egy autóval, ugye a homok, kő, hát ami kellett építkezéshez. Mink mehettünk, mert mink nem, a, nem, voltunk olyan veszélyesek, mint a foglyok. Hadi hát ugye azokat kísérgették állam minden, mert magyar, német hadi is az építkezésen. Minknek, mink, csak oda az anyagot. Én, volt egy, meghalt egy volt Gyulai munkatársam, akivel együtt, mindig együtt mentünk egyik egy ilyen mongol, mongol sofőr volt, egy olyan salacsony kis, görbelábú, de nagyon rendes, Leok Galoppal az egy nagyon rendes gyerek volt. Mindig minket hívott, mert mentünk lopni neki. Szerencsétlen, azok is úgy éltek, loptak. Mentünk, azt mondta misa az altra, azt mondja, estére elmegyünk a négyes bányá, csitor, csin, négyes bányához. Azt mondja, ott ilyen nagy darab szeneket termelnek, és azt mondja, megrakjuk az autót, tik én figyelek, azt mondja, tik meg megrakjátok, akkor elviszük egy faluba, eladjuk. Benne voltunk, hát ne, jó ember volt hozzánk, mentünk homokért. Nagy homokbánya, nagy homokfal. Mondta, hogy nem, nem kell lapátolni. Ne is a homokfalnak. Lő, teleomlott az autó, tele volt homokkal. Nem is kellett volna annyit nem felrakni, de nem kellett lapátolni. Mondta, hogy nem kell lapátolni. Akkor vittük a gyerek otthonba játszani, a gyerekeknek a homó, hogy fel itt lehántuk azoknak. Többit elvittük az építkezéshez. Az meg mindig megfizetett. Amit kapott, mindig elosztotta. Nekünk is tudta, hogy mi bennünk megbízott. Mikor Nyisdánóba áttettek, ott olyan helyre tették, 16-an voltunk magyarok, mind fia fiatalok és ott betettek egy olyan helyre, ott orosz nem dolgozott. Senki, csak mink, magyarok. Se oda nem jött senki, se váltáskor, senki, nem is tudtuk, hogy mikor van váltás. Csak akkor úgy tudtuk, mert volt egy Zalatinnak hívták, egy orosz, én nevüket is tudom még mindnek. Zalatin, mindig, mert ott úgy volt, hogy a szenet belelöktük ilyen tepsibe. Azokat a rizéből olyan rizéből, voltak azok lemezből, azokat ki lehetett még egy közelebb rakni a falhó, azt akkor abban hánytuk a szenet, és ott magától csúszott, ment le a, mert volt ilyen úgyhogy magától ment. Az mindig jött, ez mikor már váltás volt, akkor jött megnézni, hogy hát mennyit dolgoztunk, hogy mennyit. Állandóan ordítozott, hogy keveset termeltünk. Annyi kő szakadt le, olyan volt a menyezet, hogy Isten kísértés volt ránézni, lógtak azok a nagy kövek, nem tudták azt ácsolni, hogy az rendesen alá ácsoljon, meg talán nem is agarták, Ó, meg halom hogy Ott halt meg mellettem, annyira volt hozzám, mint Ön, a, 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 hogy hántuk a szenet. Nekem a lámpám aludt el, őtet meg úgy betakarta, vagy száz mása köly szakadt rá. Úgyhogy az a, egy gyomai fiú volt, Urbán Csekodi, úgy hívták Ádám. Még együtt mentünk le reggel, még beszélgettünk, hogy gyomai fiú volt, egy nagyon jó vágású gyerek volt. Azt mondja, nem menjünk minként, nem tá, soha haza. Én még végigattalgattam, hogy hát csak haza menjünk egyszer, hát csak vége lesz ennek az egésznek. Szegény ő már nem jössz haza. Annyi kő rá, de az a szerencsé, az az orosz is, aki meg volt ott bízva. Egy, egy ács. Hát az is szegény, úgy megvolt így, hát csak sajnálta, hogy az ő ideje, ő volt akkor, megbívva, nem az a nyomorult, aki mindig ordítozott, nem az volt akkor nap, szerencsétlennél. Szedtük leról a fájferral, az ugye több mázsás köveket, hát mi volt, nem bírtuk felemelni, az úgy összetölt szegény, mindenütt hajlott. Ha egy üres csillébe, az megy fel, szén helyett egy Azt akkor viszik a temető. Aki meghaltak, azok a hozzátal, ha volt a rokona, akkor az kimehetett a temetésére. De hát megástuk a sírt, mire vittük volna a halottunkat bele az orosz beletette az üvét, mert lusta volt sértásni. Hát akkor ásni kellett másikat. Hát olyan fagyos volt ott a föld. Amikor kimentünk, avval kezdtük ott a életpályát ásni az hát a vécéket, az éket, nagy vécéket, ugye gödröket nem volt azoknak szerszámjuk, nem volt azoknak semmiük. Az egy olyan szerencsétlen, élhetetlen egy ország, hát én olyan nyomorúságot az életemben nem is el tud képzelni nem tudtam, amilyen az volt. Kiásták a Nagyistennek gödröt, ástuk, ne ástuk, ásó, nem volt. Vasrúddal vertük azt a fagyos földet, minden reggel úgy megfagyott meg, én. úgy kellett verni, hát azt valahogy csak megcsináltuk. És akkor ha volt egy ilyen, letettek ilyen oszlüzéket, gerendákat, azt el, kucorogtak ott, nem, ür, nem lehetett arra rájönni. Ha hát, van pottyantós volt vejce volt az csak. Volt, aki beleesett, ott halt meg. Éj, nagy gödröt, hogy ne kelljen sokat, sok vécét csinálni, nagyon mélyre ásták. Hát ott volt egy beteg lett, ott ilyen kukoricát lehetett kapni, venni az oroszoktól, főzték ott kukoricát, szegény gyerek, fiatal srác volt az is, nem tudom hova való volt. Ott elvett sokat aztán, beteg lett. Mondták az orvosnak, hogy hát vinni kéne a kórházba. Meghalt aztán kész. Hát nem, ott az emberi élet az nagyon minimális érték volt. Főleg mink. Amikor hát kimentünk, kijelentette az orosz nagy pofával, hogy vegyük tudomásul, nekünk még az, ilyen, az orosz gyerek, aki tud beszélni, már parancsol. Mert már mink. Hát azt énekelték az oroszok, mikor kimentünk, csak hallgatom én, mikor már kezdtem füvelni, hogy mit énekel ez. Azt énekelte, Románia, nácsek, kukorica, kása, már Románia miénk, van kukoricakása, de vengri a dalikó, mamalig a molokó, itt lesz majd tejbe fürdés, ha ide bejönnek. Na, ezt énekelgették már akkor. Már várták, hogy mikor tudnak Magyarországra. Ugye, már ott énekelte az orosz. Mellettem halt meg az a fiú. Hát ugye Veszettük róla a követ, hát mit tudtunk már csinálni már vele. Akkor mellettem egy gyomai ember, az kocsmáros volt, hát az már egy idősebb férfi volt. Az meg ahogy ült, mert minknekünk ott abban az alacsony részben csinálni kellett a falakat már ugye az oroszok termelték a szenet, azt akkor mi velünk meg rakadták, kőből kellett rakni falakat, hogy tartsa bányafa helyet, mert ilyen kicsi bányafákat, hát az nem. Mikor robbantottak, az kifúta, mert ugye nagy volt a nyomás, az kiment, hanem Kőből csinál, ilyen lábakat tettünk erősítni a menyezetet, a plafont, hogy hát ne hát, az rá le, a kő leszakadt, összeny, eltakadt a kerince szerencsétlen ember az észnél volt, az ugye nem ütést nem kapott, csak a te, ugye ráz ment az a nagy súly. Én szedtem le róla a követ, de már mondtam is a végem, nem érzem, nem éreztem már a lábát. Hát ugye elhaltott. Elvitték, azt meghalt. Azt elvitték valahol mert hát az nem tudott se dolgozni. Hát mint beteg, mink elvittük a csilléig, ott beszették a csillébe, ott felvitte. Na, akkor aztán beütött a téfusz, az a, hát az éjségtű. Mert voltak olyan emberek, akik leromlottak, legyengültek. Hát, hát, a gyenge embernek ennivalót kell adni, nem? Hát nem azt adtak, nem ennivalót adtak. Még annyit se adtak, mint az előtt. Mert nem tud már dolgozni. Mert volt bányász, én bányász voltam, mindig én bányászkosztot kaptam. Egy kiló húsz deka kenyér, ekkora volt, mint az öklöm. Hát olyan olyan kenyeret az itten senki nem látott, amiért ott etettek az emberekkel. Hát az bo, tele volt, az Toklászal mindennel. Ki volt őrölve, az ár, árpából volt, nem búza kenyér volt, amit nekünk adtak. Aztán az árpa hajastúl leőrölve, benne volt, a Toklász minden a kenyérbe. Hát olyan volt, Hát amit itt a jószágok kették a pejvát a akkor mikor már Amerika nem szállított nekik már, összevesztek, vagy mit csináltak, ki tudják, addig jó voltak az oroszok is, Amerikának is, még ment a hülye orosz a háborúba. Azt akkor utána <coughs> már nem szállított nekik, ott volt a rengeteg autó, felfordítva, mert nem kaptak hozzá már se alkat részt. Mikor megkezdték a háborút, kaptak 500 ezer teherautót, orosz Oroszország annyit kapott, mikor hogy be, lépjen be a háborúba. Aztán akkor már nem adtak nekik az amerikaiak ennivalót. Hát az orosz katona amerikai fegyver, amerikai konzerv, az minden amerikai volt ellátva. Nem volt azoknak semmiük. Hát ott akkor mit gondol, mit, mi, tettünk? Én tudom. Én éheztem annyit, de soha én romlott húst meg nem ettem, inkább tájára sem mentem. De ez igazom is volt, mert beteg nem voltam inkább éheztem. Állandó olyan káposztaleves, de ha az olyan lett volna, ami ennek annak lenni kellett. mert ettem én, jó káposztalevest is lehetett azt csinálni jót is, de hát amit nekünk adtak, az víz volt. Azt is ellopták, mert mikor oda tettek olyan vezetőt, aki egy kicsit hát ránk nézett, hogy hát ne lopják el tőlünk az ennivalót, azt elhajtották. Hát ugye volt ott összefonódás becsületesen. Hát úgy loptak ottan, mi rajtunk gazdagodtak ott meg sokan, állítom. Hát nekem még most is tartoznak, még egyszer majd küldök Putyinnak egy levelet, hogy hé, hey, már ki, nem fizettél ki, mikor hazajöttem mert tudták, hogy jövünk haza, azt nem fizették ki azt a kicsit sem, ami járt volna. Búr is, árpor is. Az a hántolt árpát megfőzték, és akkor egy asztalnál, ugye hat embernek egy ilyen csajka búr is volt. Az voltak, bányászkodt a legmagasabb. Akkor mit kapott a még, még ha kaptunk halat, enni halat. Az ember szabadnapos volt. Nem, kell, nem kellett bányába menni, szabadnapja volt, mert volt. De hát nem igen adták azt meg. Elmentünk vételezni. Volt, ugye az, ami minden nap ment, hozta a kenyeret, mindig a kenyérgyárból. Na az jó volt, mert mikor vételezni elment az ember, Há, két ember kellett az autóra, ugye felpakolni a kenyeret, meg amit hoztak, tucot. Hát volt ugye egy nagyanyik, aki hát azt rendezte a sofőr mellett. És akkor mindig kaptunk egy kenyeret, mindegyik, ők, akik ott voltunk, ott a kenyergyártóban azoktól kaptunk mindig. Hát az az orosz kenyér az a. Mutatták, hogy hogy kell lenni az orosz halat. Jött a nagy Dézsa, ahogy megfogták. Hát, tudom én, hung, Volt abban béka, hát minden, ami... Hát meg, ilyen, ilyen, kis apró, olyan ezüstszínű az mutatta az orosz, az, az caki paki volt az. Az csak le volt ezelve sózva, meg olajja, kis olaj volt rátéve. És akkor mutatta, hogy kell lenni, meg kell fogni a farkát, aztán a fejnél elharapni. A bánok, tő, a farkát azt nem, mert az olyan szörös ott a, az, azt meg megfogni, azt levaratni. Hát ekkora volt az össze. Na ilyen. Az olyan sok, sok utána az ember nem jött elérni ott a rohadt vizet. Elmentünk a hús, húsbótba, nem bótba. Föld a, voltak ilyen pince. Hát a földbe. Mint nálunk, mikor elvermeljük a krumplit, na ilyen vermek. Meg volt ott, ott volt a hús volt. Levolt, levágták a jószágot, de ott is rohadt meg. Hát nem, nem volt az hideg, nem tönkrement, zöld volt már. Büdös volt, mint a dög. Háták a nők bele kosárba, még meg egy kosárral felborítottuk az autóra azt vittük a lágerbe, olyan volt. Én nem mentem tájára se, én nem ettem, inkább nem ettem. Volt, aki az orosz tiszt, a konyha főnök. Hát ugye fejöltek, hát ha nem esznek az emberek, nem tudnak dolgozni, baj lesz. Mutatta, hogy enni jó az, ette, ott előttünk a konyhán, ott, ette. Egyet, ha neked jó. Én nem. Értem. Én fényás vagyok a főleg hús dolgokra. Hát most már öreg vagyok, most meg nem kell, nem szeret, nem kell a hús. Na így éltünk, mentünk káposztájára. Azt meg a kolhozókba, a csilókba voltak a káposzták, lesavanyítva. Onnan hánytok lapátta. Hát ott tudtuk mindig, mi, a, mi lesz az ebéd, ott mindig az volt, káposzta, leves, bóri, káposzta, leves, bóri. Hát az orosz, láttam, mikor volt kertészet, ilyen konyha kertészet, ott, ott egyszer oda egy nyáron feltettek ilyen mezőgazdaság, mielőtt hazajöttünk akkor ott dolgozott, aratáskor, kombánynal arattak. De hát nem olyan kombány volt, mint itten, úgy húzta, két traktor húzott egy. Az csak cséplő szerkezet volt, és akkor ugye vágta a gabonát. Hátul meg hány kellett a szalmát olyan kis kocsiba, aztán kiborítani, hogy egy csomóba legyen a szalma, nem a -e, az, nem volt az még korszerű. Hát minden gépjük, ilyen a traktorok is amerikai rendszerű, hát kormik traktorok voltak lényegében, csak az oroszok csinálták. Hát megvették a licencit, vagy mit tudom én. Az volt ott olyanokat, meg azt a az orosz traktorokat, azt a nagyokat azok láztalpasok voltak. Annak úgy volt, hogy a benzin, nem volt benzin, vagy tartánya, benzintartány, egy nagy hordót feltettek, kőrül lelőtték, tettek egy másik hordót, nem volt tartány. Egyszer, mint akik ilyen fiatalok voltunk, hogy ugye oda, oda kerültünk Oroszországba, egy nyáron hát mondta ott, a, aki volt a brigádvezető, hogy volt egy másik, egy mezőberényi fiú, olyan idős, mint én, hogy nekünk nem kell dolgozni két hétig. Nem tudom én, az volt ott nekik biztos valamilyen ilyen rendelkezés, hogy mi fiatal voltunk, vagy miért. Két hétig nem csináltunk semmit, csak jöttünk, mentünk ott a lakjába. Összeültünk, aztán metélgették, hogy otthon biztos levágták a disznót, meg megy tudom én, aztán ott elbeszélgettünk, még, -még hát ettik, meg hát ettük, amit adtak. Megjött az első tavasz, ugye eletelt egy tél, ugye télen mentünk, jött a tavasz, megszökött három ember. Egy Gyomai, Tarecsmájer, ez ezért volt kéményseprőmester, de azt tudott oroszul. Akkor meg vég, két fiatal, egy Gyulai volt azért a nem élmán, Baumann kék, ilyen építész volt. Na, azok megszöktek hárman. Hát ugye egy hogy tudott oroszul, hát gondolták. Hát ő lepirított kenyeret, hát nem, ott Oroszország nem olyan, mint Magyarország volt, hogy itten elmegyek, mit tudom én, valamennyit, tanálok egy tanyát, tanálok egy falut, azt bemegyek, azt, itt, ott bemegyek, ott, itt, ott, nem volt. Ott központok voltak, ott meg már rendőrség volt. A katonaság, rendőrség, az annyira, azok olyan rettenetesen őrizték azt a rendszert, ugye tudták, hogy nem fenntartható az orosz rendszer. Tudták azok, nem igaz, hogy nem voltak azok az és szerintem annyi. Csak úgy tudták fenntartani erőszakkal. És akkor ugye ezek megszöktek, ugye, hát ott is az a divat, hogy a kazlat, átvettük mink is, mert itt van, sose volt csak a kommunizmus óta hogy a teljeszeknek a kazla a földön maradt, nem a tanyába vitték, vagy a központba, hanem kint a határba volt. Na hát ott is úgy voltak a kazlak. Azt akkor betanyáztak, hát Éj, hidegek voltak még korra. Hát még ott május volt olyan hóvihar, hogy nem igaz, hideg volt ott bebújtak a kazába Olyan szerencsétlenek voltak, hogy pont mentek szal oda szalmáért az orosz. Nem ébresztették azokat fel, látták, hogy ott ben vannak. Szóltak a rendőröknek, azt akkor a rendőrök szólították ki őket. Hát nem mondták meg, hogy honnan szöktek. Akkor ezeket központba vitték, Kisinyevbe ott volt a gyűjtőtábor Kisényefben, hát ott oda vitték. Ott aztán, hát ottan, na de azt ugye küldtek, ezekről fényképeket csináltak felvételt, ugye oda körül, és azokat elküldték izébe, a lágerokba. Aztán felismerték, akkor mentek értük, azt visszavitték. Na ezeket is ősz volt, mire visszakeveredtek, ősz volt. Már tudom, betették őket a krumplis verembe. Összeállították a lágert, az egész lágert az udvaron, a Batorion, ki volt a parancsnok, egy kis alacsony, ez egy, ez egy kapitány volt, és akkor megkérdezte minket, ugye ott a többieket, hogy ezeket négy fegyveres őr beve, be vitt, a négy szök közepibe, ugye, hogy lássuk. Egy szál gatyába, semmi más rajta. Még döntsük el, hogy mi legyen a büntetésük, mondta a Batorion. Hát azt együttetője, mit mondtak a lágerbeliek. Engedjék őket haza. Olyan mérges lett az a, egy kis harnadrág volt, egy kis semmi tiszt volt. Olyan mérges volt, hogy mérgibe fordítva vette be a pofájába a cigarettát. Még meg jót nevettünk rajta. Azt azt kijelentette, egy levelet nem írhatunk, nem kaphatunk többet. Én nem is írtam, mert tudtam, mit csináltak. Meg kíváncsiok voltak, hogy miket írunk, azt elolvasták, azt eltüzelték, nem küldtek azok el egy darabot sem. Én nem is kiüttem egyet se. Nem is írtam haza se semmit. Miért nem mindenki írjak? Majd lesz valahogy. Hát ott mindig azt mondták, hogy már mentek haza, mentek ekkor húsz -kora. Hát azt nem tudom hány évet jelent náluk, de egyszer aztán kitettek bennünk, én is akkor kikerültem, a, ezért abból a Nyisdánok ványából, Kikerültünk ilyen, mező, ilyen kolhozba, mezőgazdasági. Ott nem, nem is aratás még nem volt, akkor ott nem arattak, hanem hát szénát vágtunk ilyen kaszálógéppel, húzta a traktor, mint küldtünk a kaszálón. Hát ott jó volt, mert ilyen nagy... Az istálók üresek voltak, mert elvitték a telneket a legelőre, a dom mellé valahol. Ott voltak a legelők, ott voltak a telnek, Az üresek voltak, ott laktunk az, az istálóban. Hát ugye nem volt hideg, nem volt érdekes. Egyszer aztán jött egy azt mondta, hogy remény a tév, Szeddől ücködni, össze, aztán. Mentek haza, azt mondja, no, meg, meg, hova fenébe vittnek, mert mindig máshova vittek, mikor azt mondták, hogy haza menjünk. Mert ott úgy van, hogy félnek, hogy összeszokik az emberek, azt akkor már megértik ott egymást, azt, azt az oroszok azt nem szerették, azért cserélgették. Nem ugyanaz kellett ott az a munkaerő hoztak mást, még tudom én honnan. Tényleg összepakoltunk, elindultunk mindenkinek, ami mi volt, hát semmi nem volt. volt. Én nekem is csináltam egy olyan kis ládát, <coughs> abba volt egy kis matyóhoz, az fogtam kezembe, más nem volt, meg ami rajtam volt. Egy nagy erdő, össze ott volt a vonat, nem volt ottan se Hát se, ott állították össze a vonos szerelvényt. De ott voltak katonafoglyok is, reng, hát óriási, két mozdony húzta, óriási nagy szerelvényt állítottak össze. Na ott azt megcsinálták a névsort, vonatokat átkutatták, ugye, fegyveresek, mindent, hogy nem -e bújt meg valaki, aztán felolvasták a névcsort, azt kellett állni, azok aztán mehettünk be a vonatba. Felültünk a vonatra, azt elindultunk hazafele, két mozdony húzta, tele voltunk. Hát nyár volt, tudom, nyitva volt a az ajtó, aztán kiláttunk, ugye a jó levegő volt, mert azelőtt eső vonult ott el, aztán jó levegő volt, azt ment, jöttünk ott, jöttünk ott ugye el a Donet, a, ugye, megálltunk a Don, Nál ott mondták, hogy hát aki tud jó úszni, meg nagy a víz. Hát csak az, aki tud úszni. Meg be lehetett menni a vállézébe, Rostovba, lehetett akinek volt pénze, hogy költse el, mert nem lehet a Rubelt kivinni az országba. Már szigeten jöttünk haza, és ott már magyar katonatisztek rendezték. Öreg, hát öreg ezredesek, hát ugye, ugye jött a rengeteg Hadifogoly, de hogy nálunk, mi velünk nők is voltak, minket előre hoztak hamar, hogy mert annyi, nem fér fel a, a, annyi a vonatba. De ott már főzt, csinálták a jó ennivalót, magyar katonák főztek, ezért gulyás leves, tudom, de az olyan precízen pillanatok alatt az a rengeteg embert megebédeltették. Meg volt csinálva, sorba lehetett csak egyenként menni oda, nem lehetett se tolongolni, mert úgy volt megoldva. A pillanatok alatt megebédeltették az embereket, ott már magyar. Na, akkor azt át, felültünk a magyar vonatra, azt ott már felállt, felül ültek ezek a akkori a kommunista hatósági emberek, fegyveresek, aztán mondták, hogy jaj, ne, ne beszéljünk, semmit. Meg. Hát aztán tudtuk, hogy nem abba az országban jöttünk vissza, onnan elmentünk. Egy egész másba. Debrecen. Ottan egész éjszaka hurcoltak bennünket fürdetni. A laktanyába voltunk elszállva, de hát nem aludtunk, mert hurcoltak bennünket. Na ott már mondták az orvosok, akik ugye ott vizsgáltak, hogy na, már ez már elfogadható emberek, már még nem voltunk annyira legatyásodva, mint az előtt. Hát, aki nagyon le volt, azt nem hozták haza, azt még ott Semmit nem csináltak. Ótottak egyszer az oroszok is bennünket ott. Hátunkat. Nem, előbb a mellőnket kinyomtuk. Mert annyira fájt a bányába, ugye nem odaüzöttünk az oszlopó. Kinyomtuk az nem az orvosságotokat. Tehát tették, hogy kinyomtuk a hátunkból is egymásnak. Nem, nem Fele tudja, mit nyomtak belünk, máma se tudom, de mondom, kinyomkodtuk. Debrecenben semmi más, csak az, hogy megnéztek belünket, azt megállapították, hogy hát ezek már nem az a rettentő el, a Elköltöztem én is a családi házból, az ott maradtak nekem papírjaim, meg tudnám mutatni. Adtak egy kis igazolványt. Azt mondja, Rákosi Mátyás hazahozza a hadifoglyokat. Meg a jó k***tat mondottam Sose jöttünk volna haza, ha Audenauer, kancellár, ki nem ment volna Moszkvába. Azoszt, az azt az az asztalra, azt mondta, mikor azt mondták neki az oroszok, hát az egy nagyon, nem tudom, mi volt, de az egy olyan nagy tekintélyű ember volt az egész világon, hogy azt mondta az orosznak, hogy, mert azt mondta az orosz, hogy a németek ezt csinálták. Na uraim, azt mondja, ha így kezdjük, akkor felesleges, nem, nem lehet tárgyalni. Mert önök se csináltak semmivel se kevesebb disznóságot. <laughs> Megmondta az oroszoknak a szemükbe. Hát ugye Katinit is ráfogták, ro***d meg, Amerika is otthon van, én csak azt mondom. Nem szégyelték magukat, elfogadni azt, hogy a németek csinálták, hogy semmi közük se volt hozzá. Katiniben megölték a rengeteg orosz tisztet. Amerika is hallgatott, mert jaj, hát nyol, rögít, most masznának mert most jó lesz Moszkva. Most jó lesz ez a sok hülye orosz. Csúcsilnak volt igaza, ej, az egy, ej, te angol volt. Az egy dörzsölt, az azt akarta, a k***kat azt mondja, intézünk el benneteket. De azt mondta Rózevel, nem lehet, a szövetségessel nem lehet megtenni. Pedig Csúcsil azt mondta, hát Csúcsil nagyon félt. Hát hogyha Amerikának nincs atombombája, Elfoglalja az orosz egész Európát.